Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Nagyon sok szeretettel. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Nagyon sok szeretettel. Ugye korán reggel, nem tudom, 5 óra 52 van. Nem soká 6 óra. Ugye általában így korábban is felszoktam, de mostanság nem nagyon.
és gondoltam egy kicsit feljövök beszélgetni, nem mintha nagy jelentősége lenne neki, kicsit feljöttem beszélgetni. Mindenkinek jó reggelt! Sziasztok! Szia Zoli, szia mindenkinek! Lejre látsz, légy szíves, egy kicsikét írd ki normálisabban a nevemet. Szia Fanni kis Benedek! Sziasztok mindenkinek! Kétszáztizen valamennyi követőm van. Ugye közben nagyjából számoltam, hogy mennyi ismerősöm követőm van. Hát 210 valamennyi, ha jól számoltam. És ugye ez a úgymond hivatalos oldalam, valamire ez a interfész szalakodik. Na, sziatok! Jó reggelt mindenkinek! Tizenhaton vagyunk. Látjátok, ez a fura? Itt van több mint 200 valahányom, fölgyűrnek ilyen 15-en. Tegnap este nem volt semmi, gyerekek. Két idegen ide ír, hogy nem tudom, hogy mi történt, már nem sem emlékszek, de iszony meglepődtem. Iszonyúan meglepődtem. Hogy mit tudom, mi a fenét volt, vagy mit tudom, mi a fene volt, de már nem emlékszem, bármi letiltottam, mert így nem tudom, hogy most mi a rákot írt ide. Vagy mi a bánatot írt ide. Hogy vagytok, drágáim? És valójában mai napom főzés lesz. Nyilván délelőtt, vagyis hát, na,
Ő lesz dolgom, de ennyi. Sziasztok, szia Marina, szia Leila! Remélem, jó vagytok, drágáim, és arról van szó, hogy valaki érdekes dolgokat ide írt, amit nem tudtam mire vinni. Az biztos, hogy egyik roma volt, és ugye ez mire volt jó, és mire nem, azt nem tudom. El voltam ájúba szó szerint. El vagyok nagyjából. Szó szerint, amit kiírt, attól én el voltam ájúva. De teljesen nem emlékszek már, hogy nagyon, hogy ki csodát. Kármen, jó vagyok, köszi. Én el voltam ájúva a gyerekek. Így is, hogy mik nem történnek bizonyos helyeken, mik nem. Tehát furcsa, hogy mik nem történnek bizonyos helyeken, gyerekek. Ha köl fényes nappal, ha köl este, beléd állnak olyanok, akik nagyon régóta ismertek, vagy... Én nem gondoltam volna arra, hogy valahol olyanok belém állnak, akik nagyon régóta ismertek. És tudták, hogy soha nem ártottam volna nekik, vagy nem ártanék. Na, ha mindenki változik, attól függ, kit hogy ismernek meg. Változhat az ember, de nem úgy, ahogy azt elképzelik. Sziasztok, sziasztok, na 20-an vagyunk. Érdekes, mondom, 200-alahányan vagyunk, és földjének ilyen 20-an. Én be voltam ájúva a szó szerint, hogy miket kilemének és miket nem gondolnak rólam. De hála a Józsek, lekopogom, hogy ilyen dolgokat sosem tudnak rám bizonyítani. Oda embernek kell lenni, hogy én rám alatt bizonyítsalak, hogy én megverek valakit. Azt mondom, hogy többet benyalok neki. Tehát én nem azt mondom, hogy annó gyerekkoromban nem védtem meg magamot, ha tudtam. Hanem akkor így jártam. Ha nem tudtam magam megvédeni, de ilyen, hogy én verjek valakit, vagy veresek. Soha. Soha. Azt random kiír ide egy vadidegen valaki. Olyat, aminek se eleje, se hátulja. És Gina butaságokat ne írják ki.
Szia Marianna, köszi! Szia Orsoli Kitti, nincs úgy semmi, csak beszélgetek a tegnap estérű, hogy ilyen 11 után live-oztam. És hát valaki ilyen hülyeséget kérdett, épp hogy halván én emlékszek rá, de nem kis dolgot írt ki, arra emlékszek. De ez annyira egy fura volt, hogy olyanokat írt között, az förtelen. De nem tudok tisztán emlékezni rá, csak azt tudom, hogy letiltottam. Mindkett. És egyik kérdezte, mert miért tiltottam a másikat, akkor egyszerűen biztos valamiben igazam van nekem, amit kiírt. Mondom, egy, nem azért tiltottam, mert igazam volt nekem, amit kiírt, hanem azért, mert hülyeségeket ér ide, és közben járat lefel engem. És én magam elámultam azoktam kettőt egy szóba. Igen. És én el voltam ájúva a gyerekek, esküszöm nektek, el voltam ájúva. Én nem hittem a szememnek, hogy ilyet is kibírnak írni. Vagy egy direkt volt csinálva, hogy engem lássak, megbántam azt, hogy tiltottam. Megbántam, inkább maradt volna meg, és vittem volna be a rendőrségre. De ez úgyis szerintem szállt, hiába tiltottam. Ezt majd egy pár van lássa. Aki TikTokon itt-ott látni fogja, hogy mik voltak kiírva, elájultam gyerekek, mit nem írtak ki. Hogy én ekkor is ekkor nem tudom, azt hiszem, hogy mit tudom én, valakit megvertek? Nem tudom. Vagy megvertünk? Na, ennyit írt ki. Azt hiszem, egy szólamban, hogy megverted a Robikát, vagy megverettetted. Azt hiszem, majd kijött az, hogy én és a párom. Végül az jött ki, hogy én és a párom. Mi van, mondom? Sose verekszik a párom, soha. Soha. Soha, nagyon higgadt vérű. Nagyon higgadt vérű apám, soha nem volt ilyen, hogy bárkit megvert volna, vagy... Én legalábbis nem tudom, soha, mióta belevek a 15 év alatt, alig 15 év alatt, sose tudtam arról, hogy mi bántottunk volna valakit úgy testileg, vagy bárhogy, vagy érzelmileg, vagy testileg, soha, soha. De még csak nem is... Volt-e, hogy szóba... Mondtam én valamit, hogy hülye vagy te, vagy menj a francba, vagy följelentek, vagy valami, vagy mondtam valamit, hogy elriasztam magam, túl. Önvédelem kint, hogy elriasztam magam, tudja, hogy én bántsam? Nem. És arra emlékszem, hogy ezt írtak ki, hogy én és a párom, végül, hogy én és a párom vertük meg, mi van, mondom. Igen, igen. Kissi akad a live, de ne foglalkozzatok vele, drágám. Percenként akarok, de visszajön. Ne foglalkozzatok ezzel, életem, majd rendbe jön. Szia, Orsolya! Hát igen, a nagy Bálint. De mondom, elájultam. Én nem tudom, nem tudtam, hova tegyem a...
tudatomat, vagy eszemet rendes lefagytam. Hogy én és a párom bántottunk valami Robikát. És hogy én ezt ne tagadjam. Hogy miért tiltottam le, aki ezt akkor kiírta. Te mondom, te hülye, azért tiltottam, mert mondom, magam szégyeltem azt, hogy egyetlen ki merte írni. Volt mersze kiírni olyat, ami valótlan. Valótlan. Hazugság. Tehát ezt őszintén mondom, hogy ha nem így lenne, nem mondanám live-ba. Nyilván nem. Hát tudom, hogy száll vagy úgy is megmarad. És én tudom, hogy mit mondok. És azért ez durva, hogy megbántam már nagyon, hogy nem hagytam meg bizonyítékén, hogy egyáltalán kiírta ki. És akkor azt vinni a rendőrségre. Hogy ugyan, mert hogy ő úgy hallotta. Igen, mondom, úgy hallottad. Mondom, akkor is miért írod ki, akkor azt mondom, hogy írjál rám privátba, de ne járassál egyten, bazdmeg magamba. Hát igen, tudom, hogy direkt volt ez. Tulipán, tudom, hogy direkt volt, Olgi. Tudom. Tudom, utána én levágtam én ezt egészet. Mert levágtam. Tehát azonnal vettem az egészet, hogy ez direkt van. Hogy valaki ezt tovább, ilyen kitett, de egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos vád. De hál' Istennek, aki ismer, tudja, hogy oda embernek kell lenni, hogy én rám bizonyítsák azt, hogy én verek valaki. Júj, bazd meg! Én nem tudom, hogy iskolástomban is elszaladtam inkább, mint hogy én verjek valakit. Nem először se kétszer volt, ahogy inkább engem bántalmaztak, mint hogy én bántottam volna valakit. De ha van vagy volt is, az égen megbánják mindazok, akik valaha megütöttek, megbántottak, vagy bármi. Nem bántottam senkit. Soha. Volt a önvédelmem, mondom, hogy a szám az nagy volt, mint mindig, hogyha ok van rá, de hogy én bántsok valakit. Forszál, Anikó, és te minek vagy fent? Kedves. Már második teszi fel azt, hogy minek vagyok itt ilyen korán fel. Hát ki? Na. Igen, Anett Bálint, igen. Igen, remélem, hogy visszakapják, és legalábbis, ha Isten is úgy akarja, és megérdemli, akkor visszakapja. Én nem voltam soha kárőrmendő, meg sosem örültem a másik bajának, soha. Én azt bánom, hogy egyáltalán olyan szinten őszinte voltam, olyan szinten beszámoltam a életemről. Szia, Kápovisné! Hogy saját magamtól megijedtem, hogy hogy tudok ennyi mindent elmondani így, hogy nem váló, sajnos, hogy nem tudva azt, hogy ezt ebben visszaének. Tehát eleve visszaének azzal, hogy őszinte vagyok. Köszi, Klára, Simon. Köszi, Klára. És nem tudom, gyerekek, majd beájultam, amikor ezt olvastam. Jézusom, és ki meri inni? Így valaki is nem gondol arra, hogy valaki ránéz a Facebook-el, és vége van neki. Vagy valaki lehet, hogy följelenti ezért, hogy mi ez az egész. Ma úgy látom, hogy
van, cselekednem kell. Hogy szó szerint leállatnak kell lehetetlenítenek. Te gyerekek! Húsleves fogok csinálni, Leila. Körülbelül kb. Húsleves, meg nem tudom. Ilyen gyors második lecsó. Lecsós tészta, vagy valamit csinálok. Igen, igen, Fosszalnikó, igen, ezt észrevettem, tudom. Már régóta, csak valahol még mindig meglep engem, hogy mi van. Amit ritkán írnak ki. Amit nem minden nap hallok ilyet, hogy én megverek valakit. Vagy a párom. Hát... Semmi, Patrik, csak hülyeséget írnak ki ide. Szia, Rász Dévalók! Semmi nagy, Patrik, csak hülyeséget írnak ki ide, és az ember csak néz. Ami nem igaz, már olyat is, amit életemben nem láttam, hogy kiírták volna. Hogy én bántalmazok valakit, megvertem, vagy megverettettem valakit, vagy én nem tudom. Hát bánom, hogy tiltottam, hogy nem mentettem el a írást. Ezért kell nekem második telefon beszereznem, hogy egyből ki is fotózzam. Nem menik, mindig általában fönn vagyok. Ilyenkor általában fönn vagyok, attól függ, meg live-ozni is szoktam, ha úgy van, de nem mindig. Tehát most egy két-három alkalommal TikTokon szoktam lenni, mert... De komolyan, Patrik, nagy. Igen. Sajnos ilyen hülyeségeket írtak ki. Ilyet. Én mindjárt tiltottam is a szégyenembe. Majd hogy ne szégyeltem volna, itt nézik, nem tudom hányan. Nem is tudom, fönn voltak többen. Mert végül sokan megnyílik a Facebook live-omat. Hát hogy ne szégyeltem volna ilyet, hogy mi van? Hogy mi ezeket, azokat megölünk. Mi nem is olyanok vagyunk, akik verekedünk, vagy bántalmazunk valakit. Hát, alapból nem is olyanok vagyunk, egyik családunk sem olyan. Egyikünk sem olyan, hogy evégett lett volna bármi. Meg azért én ég és föld vagyok. Én ég és föld vagyok mindentől. Hogy én verjek valakit, vagy verettessek. És ez komoly böcsöcsét is, aki ilyeneket kiír rólam, és akár kicsodámról. És én csak csodálkozok. Persze letiltottam, és most nem bírom úgy követni dolgokat, hogy most valójában miért írta ki az ilyet, ha jól emlékeztem. De itt volt a live alatt, tehát ha tán a live-ot visszanézitek, mikor legelőször kiírta, már azt én után tiltottam pár perc után, mert nekem ez magos volt. Igen, Enikő, igen, el általában fönn vagyok ilyenkor. Igen, Klára Simon. De nem vettem észre ezen, hogy ezen meg tudom csinálni valamiért, nem. De máma, megnézhetem, hogy hogy tudnák egyből kifotózni valamit. Patrik, figyelj!
Figyelj, Patrik, ez van sajnos. Mostanság olyan dolgok vannak, hogy a szemem felakad. Olyanokat hallok, meg most utólag láttam Pesten nyugatiba, csomó ember verekedett. Persze, párom velem volt, mellettem volt, pont még az a szerencse, hogy a egyes vonatnál álltam, már szálltunk föl, hál' Istennek a vonatra is, akkor nem sokára, hál' Istennek, akkor kezdődött el a verekedés, úgyhogy én hál' Istennek nem voltam ott közel, de én elájultam. Meg amiket hallok, szia Sarolta! Ez van, Patrik! Ez van! Gyerekek, én nem tudom, hogy nevessek, röhögjek, vagy sírjak, vagy mit csináljak. Mert én lefagytam tegnap estétül. Szia, Balokhajnikám! Úgyhogy én tegnap estétül lefagytam. Amúgy is szembesülöm költ egyfajta a családi problémával. Beteg vagyok, nekem is gondjaim vannak, a családomban gondok vannak. És... még akkor ilyeneket kiírnak. Tehát ilyen dolgokkal kell szembesülnöm. Ami már valójában nem mond újat, na. Igen, Klára Simon. Igen, Natália, igen. Amúgy is veszél. Most, ha nem cselekként ismernének, vagy úgymond nem úgy ismernének, hogy tehát anno ide is kezdegettek, nem kellett, hogy ismert legyek úgy. Celebként vagy énekesként. Alapszintű emberként ismertek meg. És már akkor is kezdegettek, ma akkor sem nyugodtak. És no, mintha most nem olyan életet élnék. Oké. Oké, Balográfszel. Tehát, igen, készül a dal, ne aggódjatok, valami lesz okozva. Bocsánat, gyerekek. Csak mikor reggel van, hát... úgyhogy gyerekek, én esküszöm nektek, lefagytam.